ezt a csokoládés traktor kerék ürve csatornán kipirálkodik a következő 7 Days to Die-ja, és amíg nem indítottam el a felvételt, annyit csináltam, hogy itt egy jó pár percen keresztül ütöttem ezt a felső részt. Azt mondtátok, itt van a main loot, tehát a fő legjobb loot a játék, nem a játékban, hanem ezen a bázison. És hát akkor nem adtuk fel, látjátok, még mindig van 100 darab, amit ki kellene verni. Akkor csapjuk neki. De ez már nem olyan sok, hát 7000-et egy darabig eltartok, mire kikopogattam. Ja. Nincs, úristen, mi az a dik? Várja, kemények leszünk, mint a Rambo 3, jó? Az a nézzé, pisztoly, júj! Úristen, öcsém! Úristen, öcsém! A első körbe ezt beteszem. Basz, ez zárva van és nyitva van. Úgy van zárva, hogy nyitva van. Egy lőszerek meg minden kutya füle. Hoppa, el is tűnik. És ez meg zárva. Ezt hogy tudom kinyitni? Ezt ki kell kopogatnom, öcsém, ez chest a javába, dig. 10000-es chest, hallod? Majd egyszer ráér időnkbe, oké? Okay? Puska, puska. Milyen puska? Pipe rifle, de jófajta, nagy szintű. Jó, gyerekek, nem tudok mit csinálni, hova rakjak mindent? Jó, mi vigyek, kiszedem, jó? Még van egy zárt szekrényünk. Mi ez? Fölvettem egy kulcsot. Minek a kulcsa? Nem ezé. Lőszerhegyek! Ez valami kiegészítő. Meg ez is? Nem, jó, gyerekek, álljál meg. Hallod? Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. De várjátok, nézzük körül. Nézzük körül, úristen! Csodálnám, ha nem lenne zombi. Jó! Az anyád a turista itt. Törve lábam, minden bajom van, tudjátok. Azt a fiú, hallod, itt volt egy-két zombi, gyerekek. Viszont szerintem ez lesz a bázisom. Már most látom, öcsém. Azt a fiú. Ki kéne pakolnom itt valami ládába, nem? Azt a fiú. Valamit ki kéne valahova pakolni, várja. Pakoljuk ki, amit nem használok. Jó, ezt el kell... Jó, most egyelőre ide szórok hülyeségeket, jó? Minden szar. Elnézést! Ezt meg írtátok, hogy valami villanyvezeték elvezetéshez kell, ha majd tudok csinálni villanyvezetéket. Jó, kipakolok, jó? Ne legyek szarrá terhelve. Különböző alkatrészek, fegyveralkatrészek, ruhák. Na, majd összepakolunk, jó? Vagyis megcsinálok mindent. Jó, 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 bocsász. Se kell pipe. Jó. Oké, menjünk. Már is gyorsan mozgok, az allőre halál volt. Egyébként a izén állíthatnék ugye a látó határon, vagy mi a franca neve. Ez hol van? Nem load distance, hanem... Tudod, amikor így... Mekkorát látsz? Nem, ez nem az. Ilyen csúszkával. Dynamic FPS full screen. Ez az. És akkor szélesebb látószögünk van. Nem olyan, mintha egy lukba néznék.
Nagyon fain. Ott egy zombi. Ugye? Ét a csávó, ét. Gyerekek, ez a szoba az is, ma látom most. Ez nagyon adja. Szerintem ide lehetett volna feljönni, tudod, amikor így ugráltam. Itt volt az, amikor leestem. Ezelőtt részbe. És az mi az a hely? Jó. Lopakodunk egyébként most, ugye? Ez a garázs, figyeld el! A garázsba látsz le. Most a garázs fölött vagyunk. Jaj, nagyon élem egyébként, nagyon jó. Ez az a lépcsőház, amivel nem tudtunk bejönni, itt van a siló, és az zárva lesz az ajtó. Igen, és akkor, ja, és a lépcsőház is a különböző szinteken szintén zárva lesznek az ajtók. Tudod, itt le tudok menni teljesen az aljába. Csak az a baj, zárva vannak az ajtók. De valamilyen kulcsot felvettem, azt hogy tudom használni, gyerekek. Megnézzük, jó? Hoppa. És ott az az ajtó is zárva lesz, ugye minden ajtó. Vettük. Ott van egy titkos doboz. Most már lootolhatok, mert ugye kipakoltam. Hoppa. És mondtátok, hogy claim block kellene nekem, az lenne jó. Ott volt egy javítókészlet, úgyhogy tudok javítani dolgokat. Ami kell ugye például a pisztolyhoz. Nagyon jó vagyunk, gyerekek, egyébként nem mondom neked, ez zárva lesz. Ez itt milyen hely? Mintha itt se voltam, nem mondom. Jaj, nem szabad ugrálni, elfelejtem mindig. Ott se voltam szerintem. Hoppa, megint nézzél, megint zombik. Szerintem azt fel kell még. Hogy a francba nem? Irányított terem, vagy nem tudom. Azért ide beveszed magad, öcsém. Hát ide biztos nem jön le semmi, érted. Ezekből szerintem egy csomó mindent össze lehet szedni. Jó, itt meg bőröket lehet most egyelőre. Nem szeretem összeved, nem kell. De brutális az a nem is tudom átlátni így hirtelen, hogy most ez hogy van. Ez a rakéta, igen, itt a rakéta siló. Ja, ide benéztünk ezelőtt, tudom. Itt benéztünk ott az ablakon, tudod, és lehet meg is ütöttem az egyiket, mintha úgy emlékeznék, hogy... Baszod az agát. Gyerekek! Nézzé, bazze! Stalker, hallod? Stalker zombi. Ez ilyen covidos zombi volt, bazze. Hallod, ez összefosod magad, nem? Ezekből szerintem rengeteg elektromos alkatrész kigyer. Hát jó, itt meg akkor ennyi volt. Jó. Hallod, ide bejössz. Itt jöttünk be? Nem itt jöttünk be. De itt jöttünk be. Ja, arra még tovább lehet menni, megnézem arra mi van. Bazze! Nagyon komoly gyerekek.
Most már szerintem így feltérképeztük az egészet. Azt nem tudom, claim blokkot lerakom, akkor az tényleg jó lesz nekem. Mármint, hogy... Ez mi az a hely? Na itt van a, itt is mászkáltunk, itt van az a lift, ott lehet fölmászni. Tudod-e? Na, itt még nem voltam. Konyha, itt még nem volt. Basszus. Basszus. Egyébként a fegyverek hangja annyira jó meg van csinálva, ilyen nagyon érces, nem? Azt csoda, hogy nem írta senki, én nagyon meglepődtem rajta, hogy milyen jó hangja van a fegyóknak. Ilyen rendesen csattog. Nem csak, hogy izé, nem csak, hogy dur-dur, hanem bang-bang. Baromi életű. Van még egy csomó lőszerem. Azt nézem egyébként, próbálom beazonosítani, hogy merre volt. Ja, mondtátok, hogy ezek a lámpák, ezek jelezték, hogy merre van a loot. Úgyhogy úgy el tudtam volna jutni, de itt meg konyha van, úgyhogy itt talán kaját talál. Ó, van itt, mint oda nézzék. Hú, gyerekek! Jó, most ebben pont nem volt. Kávéfőzőben biztos van kávé. Kellene majd egy kertet csinálnom, tudjátok. Egyébként akárhova, ebbe a létesítménybe, bárhova betelepednék, baromi jó lenne, csak ugye valami olyan helyre kellene, ahol rálátok a külső dolgokra. Oda nézzük hozzá. Zárva. Van itt minden, öcsém. Brutális, ott is van benne egy valami, ott is vannak dolgok, és itt is a. Valóban ez nagyon durva ez a hely. Rupert Lott, mi? Ja, mi? Most miért nem vette fel? Pedig azt nyomtam, hogy vegye fel. Azt nézem, hogy fönn nincs valami. Oda nézze-e! Látod? Még jó, hogy észrevettem. Gomba. Meg kaja. Meg ugye ezeket újra tudom lootolni. Nem vered szét őket, és újra lootolod őket. Úgyhogy mit tudom, nem tudom, mire van állítva a loot, akkor végigjár a bubina, akkor mindent újra ki tudok szedni, meg még talán jobb cuccokat is, mert már magasabb szintű leszek. Pite baze. Beszarsz. Pite sőn. Na várjál. Megint gyanús dolgok vannak. Ugye? Haza. Feküdj le! Tesó. Sorra néz a csőbe lehet menni, tiszta Half-Life pecsém. Ezt tudja, hogy ez Half-Life utalás az, az egész hely. Na csak egy feszítővas kére. Gordon Freeman feszítővaset megtalálhatnánk. Nem hiszed el, hallod? Full Half-Life. Nagyon jó, de? Az a zombi? Volt. Lopakod, jó, mert nem vesznek észre, meg nagyobbat sebzel. És ijászkodni is baró. Gyerekek, itt minden zombi ordát túlész szerintem, ezen a helyen. Ez brutál. Kicsit jobban ki kell ismerni. Zárva lesz.
Ez megint hova vezet? Úristen. Megőrülsz, hallod? Mekkora ez a hely? És megint szarra vagyunk terhelődve. Ati is éppen ezzel játszik, lol. Hallod, már azt se tudom, hol vagyok, gyerekek. De szerintem itt jártam. Ez olyan ismerősnek tűnik. De figyelj, tiszta Half-Life, milyen idő helyeken lehet maszkani. Ne gőrülsz, ott is volt ilyen, hogy a csöveken bentél. Megőrülsz, mekkora király! Igen, és ide jutottunk át most. Ugye itt a lámpa mutatná az utat. Egyszerűen beszarsz, nagyon durva. Nagyon durva, nagyon, de most vissza kéne mennem. Ja, nem kell volna szétvernem azt az ajtót, végig tudtam volna jönni. Végig lehetett volna jönni, hogyha lámpát például követem a lámpa fényét. De adja nagyon, gyerekek. Hát ez egy őrület, ez nagyon durva ez a... Ez az egy... bázis, ez fölér egy izével, egy játékba, egy pályával, komolyan. Egy ilyen fél Half-Life, egy pálya, tök durva. Ezek a létrák is, hogy így fölvész. Á, beszarsz. Meg tök jó, világos van, megy valami generátor, vagy nem tudom. És a csőbe mászkálás az is Half-Life. Ez Half-Life azért. Ha mindig elfelejtem, hogy nem ugorhatok, nem sprinteltek, az fogy az életem, bocsi érte. Majd valami kaját kell nézni. Mondjuk van, most kaptunk kaját, ugye? Megint be kellene nyomni. Hát ez nagyon adja. Ezen a készítők dolgoztuk annyit, mint egy fél pályán. Ja, és ott mutatja ugye, hogy merre kell tovább menni. Mindig mutatja a lámpa. Itt nem tudom, ez, hol vezet. Ez valami... Ja, meg ott, oda még be kéne néznünk. Meg a vécékbe be kéne néznünk. Biliárd azt a beszarás. Meg itt is van. Ó, gyerekek, annyi cucc van, bazza, nem tudod elrakni, hallod? Mikro. Romlott hús. Van nálom? Csak akkor... Ó, és működik a izé, működik a masina. Csak kiraktam a pénzemet. De durva. Hallod? Ide. Ebbe az egészben egy egész hadsereget el lehet szállásolni. És mindenkinek lenne külön helye. Most komoly, nem? Ide egy hadseregi embert el lehetne. Ott van a izé. Oh, shit. Homok. Kidob, ezt fölvesz. Husi, nem tudom így megenni. Megesszük akkor így. Itt is zárva. Van itt mind a bucsóba, hallod? Benézzünk a vécékbe, de pisztolyjal. Túl vagyok terhelve, azért meg ilyen barom lassan megyek, most érte. Hát ezeket meg már föl sem bírja venni. Nincs senki a budival, az jó dolog. Táska. Nem á, oda néz. Sapi. Majd ezt megeszem. Meg ezt is megeszem, ugye? Fölösleges tárolni, ahogy jól mondtátok. Ott is van egy, azt még meghagyjuk, mert most... Szóval ezt kreppeljük. Ez még mit kell, mit lehet ilyen? Cowboy kalap. Ez kell egy csomó mindenhez. Jó. Hozzuk magunkat. Másik budi, női. Vagy férfi? A WC-be is turkált. Alor itt nagyon megfogtam a listán lábát ezzel a helyen. Gyerekek, ez már túl op. Már túl op ez az egész. Túl opé. Ennyi cuccom minden van. Esküszöm, ez már túl opé lesz. Menjünk föl, aztán lakjuk be azt a helyet. Csinálunk egy ajtót, létre fel tudunk menni a tetőre, és az lesz az első védelmi vonalunk, oké? Okay? Úgy kéne megcsinálni, várja, már erre kéne mennem vissza, most meg már belekeveredtem.
Jó, ott kiad a hajtó. Izé, ez lesz a felső rész, lesz az első védelmi vonal. A második védelmi vonalnak meg valamit kinézünk. Mondjuk egy ilyen izét. Irányító központot. Hol az ajtó? Erre kell menni. Azért nem futhatsz ki, mert elfelejted mindig. Ja, itt föl tudok menni. Jó, ki kell ismerni igazából, az a lényeg. Az is mi az a rész? Ez egy iszonyat nagyobb objektum. Fúztál kell az egész. Pont ezt beszéltem, Vadikával beszéltem privátban. Mondta, hogy ez tényleg nagyon stalker. Első védelmi vonal fönn a torony, vagy az a felső rész. Második védelmi vonal meg itt lent. És akkor kiépítünk többet. De tényleg először elődjet csináljuk meg. Ja, itt nem tudunk bemenni. Az a baj, hogy ezeket az ajtókat kéne. De várj, a kulcs, az hova tette a kulcsot? Mert ugye kaptam én egy kulcsot. Az ilyenkor hova rakja a kulcsot, gyerekek? Mert egyszer elvette, azt jó világ, érted? De, hogy hova rakta? Ez mi? Ja, ez jó, jó, itt a vetőcsövekhez lehet levedni. Oda nem nagyon akarok levedni, itt meg ugye a garázs. Az ilyen... Lehet, hogy a garázsba kellene majd csinálnom egy lejáratot. Az. Ez is jó. Második... Na, ez úgy kell, megvan meg, hogy kell megcsinálni a gyerekek. Ezt a liftet kéne eltüntetni, mondjuk itt a liften nem nagyon kell mászkálni a senkinek. Le van szakadva. Ugye felmegyünk a torony részbe, a második védelmi vonal meg itt len lesz. És az ugye elsőre. Ott egy szekrény, majd megnézzük. Tudom, egyébként minden csak... Ez a felső rész, ez csak időnek kéne lennie. Most tényleg csak védelem. Itt ki tudok lövöldözni, ugye? Ahogy van. Ja, hát, hogy ne tudnék. De igazából nem minden kellene lövöldöznöm majd, hanem föntről. Várj, mi ez? Ezt én néztem? Nem is néztem? Te Jézus Isten. Jó, maradjál egy kicsit. Meg hát itt van ez a szép. Meg ugye ebből pakoltunk bele. Jó. Akkor. Hát ezt a helyiséget nem nagyon használnám, én azt mondom. Hanem innen annyi lenne, hogy ide ki tudok jönni. És akkor el tudom szedni az ellenfeleket, ugye? Ez azért lenne jó. Ha nagy a szar, le tudunk menni. Csinálunk egy izét, csapóajtót. Amit most nem csinálok meg. Ez a helyiség, ez... Ez itt semmi. Ez túl kicsi nekem ahhoz, hogy bármit tudjak használni. Az a lényeg, hogy akkor ezt be tudom csapni ezt az ajtót. De zárva van, ez mekkora hülyeség, hogy úgy van zárva, hogy nem tudod használni. Tök szar. Mert akkor még itt tudok védekezni. De ha nagyon nagy szarra, lejjebb tudok menni egyel. És a következő szint, az már a föld alatt van. Ez. És én ezt laknám be. Ez lenne a belakható rész, nem? Azért mégis ez egy ilyen nagyobb. Ja, nem futunk, bocsánat. Ott, hát itt a pók zombi esetleg föl tud jönni, mi vagy le tud menni, meg ilyenek. Jó, hát ezt kell belakni, ezt a helyiséget, ez tetszik. Meg innen kéne a garázsba valahogy egy lejutást csinálni. Ez szerintem is rangoló. Ez full beton, ezt lehet, hogy kizével kéne csavarkulcsa, kéne szétszednem. Íróasztal. Mi ez? Ah, izé. Jobb sebzés. Jó, megtanulni, tök jó. Ez a szék, ez megy a levesbe, nem tudom fölvenni egyelőre. Ez a rács, ez mennyire erős? Ez nem annyira erős. De végül is egy cső megy mögötte, úgyhogy sok nem tudom hasznosítani ezt a helyet. És tudok mellé építkezni, mert ugye sokszor úgy nem lehet mellé építkezni. Ez a szopás, látod? Úgyhogy ezt a rácsot ki kell kopogatni. Meg ezt a középső dolgot kellene, ez mennyire tartós.
Áramsz, ez jó, ez nem olyan vészes. Jó, ezt csináljuk meg, gyerekek. Ez lesz a lakhelyünk. Van neon, az egyik az ki van égve, majd rakunk fel a fáklyákat. Oké. A rácsot, ja, ki kellene. Hogy kellene, nagyon gondolkodok. Nézzük, mi van a szekrényben, meg mennyi minden. Ó, itt is egy fegyver. Úristen. Tudunk már, vagy lehet csinálni, régebben lehetett olyan dobozokat csinálni, amik ilyen specifikus dobozok voltak. Nincsenek már? Vagy ilyen fegyverdoboz, meg ilyesmi. Ez nem is tudom, chest volt, vagy doboz? Nem tudom, hogy mi volt. Nem emlékeztek arra? Azok lennének jók. Hogy nézzek végig mindent? Szeg kellett hozzá, azt tudom. Meg fa. Nézzük már. Biztos emlékeztek rá. Na. Storage. Ilyesmi volt. De tök jó volt, mert lehetett változtatni a kinézetét. Mondom, storage. Szeg kell hozzá igazából, meg fa. Ilyen más kinézetűek voltak. Workbench, az mi kell? Ja, meg kell tanulni. Ezeket meg kell tanulnom. Ja, meg kell mindent tanulni. Jaj. Jó, viszont ugye nem fogok tudni építkezni ide, ez mellé, mert az ilyen egy sorosnak hat. Úgyhogy ezt a kerítést ki kell csapnom. Jó, nézzük, mit tudok scrapelni össze, mert az a baj. Figyelj, ezt a manósapkát nem hiszem, hogy fogom ardani. Nem is tudom leszkrepelni, de jó. Ez, mi az, ez mire jó ez a műanyag üveg? Milyen... Use, mire use? Mineral water, ja, ez ízű, ásványvíz. Jó, megiszom, tudod mit? Mi lesz belőle? Semmi, jó. Csak hogy ezt fel tudjam menni, ezt le tudjam scrapelni. Oké, és akkor itt végig kéne koppogatni. Jó, adjunk neki. Kovarkulcsával szétszedném, az nem lenne nekem jobb? Hú, nagyon izé vagyok, ám be vagyok gondolkozva, hogy hogyan legyen, mi legyen. Csavarkulcsa mit adna ez? Ezek. Mondjuk ilyen csomó minden van. Csavarkulcsomat meg lehet, hogy nem kirejtseztem, de... Aj. Nézzük meg. Hozok egy csavarkulcsot, megnézem, mit ad, hogyha azzal szedem szét. Hoppá, 18-27 van. Szerintem azért mondjuk nyugodtan dolgozhatok. Majd egy csapóhajtot kellene csinálni. Van egy csavarkulcsom, hozok. Megnézem, hogy azzal mit tudok művelni, jó? Most ez a kés biztos nem kell. Okay. Megnézem, hogy ez azzal mi, hogy szedi szét. A francba ebbe a futásba. Még mennyi kell? 17. Nem, 2 perc. Na nézzük, hogy ez hogy szedi szét. Ilyen elektromos alkatrész is jön belőle. Úgyhogy akkor meg gyorsabban is szerintem. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezt mivel tudom javítani. Ja. Jó, ez a javítókészlettel az meg van. Jó hangos, bocsi! Bocsi! Elektromos alka, ezt szét tudom? Nem, az simon vas. Ezt is majd szétkapom mindjárt.
Jó, javítókészletet meg kéne javítanom, ha már egyszer van. Nem tudom, javítókészletet hogy tudok csinálni? Az is egy jó dolog lenne, ha tudnék. De gondolom ez az elektromos alkatrész, amit ebből kigyerek, azért egy csomó mindenhez kelleni fog majd. Itt van ugye electric parts. És milyen receptek? Látod-e? Igazából mindenhez, ami elektromos cucc. Lámpák. Igaz, hogy még nem tudok. Csapdák. Meg még. Még ilyen ajtó is. Ugye még nem tudok csinálni, de majd talán később igen. Oké. Itt lesz. Szerintem ez jó. Nekem itt tetszik egy ilyen rész. Középen lesznek a megmunkáló részek, körbe meg a ládák. Ezt lehet, hogy az oszlopot azok át, ez mondjuk egy millió év lenne, mire kiszedném ezt. Ezt is. Nagyszerű. A söveket viszont úgy kell levernem. És ha megvan egyébként az első zombi horda után, a legelső dolog, amit csinálnék, az az lenne, hogy nekiállni küldetéshez. Nagyobb helyebb lesz. Nem szeretem, hogyha zsúfoltan vannak a dolgok. Ja, meg a hálózsákomért ki kéne menni. 19-13 cuccaimért is ki kéne menni, csak most egyelőre. Ezt leszedem még a falról, így nem. Egyébként teljesen jó bírja ez a csavarkulcs. Van már sörétes puskám, mindenem, Jézus Úristen. Fegyverem, nem gondoltam volna, hogy ennyi fegyverre szert teszek. Meg kell javítani az itemet. Jó. Azt is kiverjük onnan. Lecsupaszítom ezt a középső részt, meg akkor néhány fákját is rakunk fel, hogy még nagyobb fény legyen. De egyébként milyen jól néz ki, hogy ott beszűrődik a fény. Ennek a játéknak jó lett a grafikája, gyerekek. Oké, okay. Másik oldal. Jó, kell fákja. Nem szeretem az ilyen sötétet. Nyomasztó, legyen jó vele, meleg hatású. Később meg, hogyha tudok lámpákat csinálni, ugye? Akkor majd azzal foglalatoskodunk. 5000-es blokkok. Hát ezt amire leverik, az zombik arra ne legyen nap, úgyhogy... Ez frankó lesz. A bejáratot kell megcsinálnom, meg az udvart is be tudnám lakni, ugye? Ezt jó kifogtuk egyébként, te mondom nektek, gyerekek. Mivel tudom javítani ezért? Most itt beütöttem. Berendes beton kell hozzá, ha. Jó, hát az a baj, azokat még nem nagyon tudom. Na, pakoljuk le egy ezért. Arra gondoltam, hogy ide mindenképpen egy ilyen körbe rakok le dolgokat, és akkor ezen lesznek mondjuk különböző frankó cuccok. Igen, fából lesz, bőven jó.
Tökéletes. Tökéletes, gyerekek, tökéletes. Ez az. Viszont, hogyha olyan storage-eket csinál... Várj, falra tudok rakni ízét? Mi az? Ilyen ládát. Azok is tök jó lennének, és akkor fölé meg ráírni, hogy mi az. Várj, hogy van. Csinálunk egy ilyen ládát először. Még ugye táblát lehet csinálni, amivel... Igen, tudom, nem fér semmi sehova, hogy a frances ne bele. Mit csináljunk, mit csináljunk, mit tudok scrapelni, ezt tudok scrapelni. Jó, és a ládát majd végre ide. Na, ugye falra raknám a ládát, de. De lehet, tök jó. Ó, nagyon jó. Csinálunk ládát ugye falra, még három kellene. És akkor külön, mit tudom, fegyver, külön ez, meg az, meg a maz. Na, ez most például tetszik, ez egy jó ötlet. Mondani. Kellene nekem, fákja. Torcs. Hol van a fákja? Mi nincs hozzá? Cloth fragment, ez valahol volt. De rakjuk ki a, mondjuk, dolgokat, jó? Mondjuk legyen ez a kaja. Kajás dolgok. Ami azt jelenti, hogy szerves, jó? Szerves dolgok. Szerves dolgok. Pia is, meg ilyesmi, mindent tegy előre, hogy tudjak beordani mindent. Ezek lesznek a szerves dolgok. Kaja. És ilyen is. Ilyen is, ilyen is, oké? Látsz még valamit? Tudom, hogy ez szerves dolog, de gyakorlatilag, na olyatokra gondolok, amik ilyen fogyasztható dolgok. Oké? Ezt is ide berakom egyelőre, főzőedényemet. Jó. Akkor legyen egy olyan, amelyik kraftolós dolgok, különböző alapanyagok, mármint ilyen glue, ilyen, amelyik nem annyira sokszor használ dolgok. Egyelőre ezeket így beszórom, jó? Steroid az ugye mehetett volna a kajás dolgokhoz. Mármint az ilyen eltő dolgokhoz. Oké, behozom a többi maradék cuccomat, mert 20 óra 10 van. És az így frankó lesz nekem. Jó, mert itt fölül ki tudok menni, majd létrát kell csinálnom, hogy normálisan tudjak közlekedni, mert ugye akkor nem körbe kell mennem, hogy mindenen át, hanem akkor itt kibe. Oké, okay. Hol volt a izé? Okay. Jó vagyunk, gyerekek. Na, menjünk ki. Cuccainkért. És tök jó, mert nincsenek izék, nincsenek ilyen kesejük. Jó. Ezt is felvesszük, mi van itt? Ebben is van egy csomó cucc. Azt gondolkodok, hogyha ezt kiveszem alul, eltűnik el. Jó, ez nem baj. Hoppá, abban benn volt az összes vizem, nem? Dick! Abban benn volt a főzőerénye, meg az összes víz, de ilyenkor el is tűnik. Na, de akkor örülünk neki. Tök frankó. Jó, elcsesztett keeper. Be volt egy csomó vizünk. Na mi van? Jó, tudja rendben. Nem tetszik, hogy itt van. Oké. Okay. Jó, meg ide be akartam nézni, mert ugye az előtt nem néztem be. Itt mi van ebbe? Hát, hogyha van valami jó út. Ha nyitva is van, de jó. Egyébként a bejutás, na arra gondoltam, hogy egy ilyen helyen... Van víz. Itt is volt ásványvíz, tök jó. Egy ilyen helyen, hogy itt leásnék, és akkor úgy lehetne bejutni, azt meg teljesen befalazni, érted? És akkor egy titkos bejárat. És ráadásul be lehetne fúrni magam egész, addig a központi termék mi. Na az úgy frankó lenne, nem?
Csak hogy akkor itt bemegyek, és akkor ott abba a terembe jutok ki. Az itt szerintem frankó lenne. Hát itt ezeket színjecsapok majd. Az lesz, gyerekek, titkos bejárat. Ide be kell menni, azt le lehet menni. Az lesz a bejárat. Ezt meg így fúra befalazom, majd egyelőre most marad így. Tudom, ez sokat nem véd, de azért nem kóricálnak a zombi. Annyira könnyen. Jó, mindjárt ide. Most már tudok ugrálni. De még normálisan, ja, nem kell létre akkor. Meg kell azt csinálni, hogy tényleg ott lesz a bejárata. Titkos bejárat, ilyen kis izés, ilyen kis James Bondos, vagy nem is James Bondos, hanem mind a... Ezt, az, nem tudom, ez miért ilyen csúnya? Tök jó lenne, ha nem ilyen csúnya lenne. Mert akkor erre pakolni is tudnék, tudod. Na, viszont akkor itt még majd lutolni kellene. Táblát az hogy lehet csinálni? Hogy kiírom rá, tudod, volt olyan, hogy... Ez tabl... Mi volt az? Ilyen szar izé volt. Tudok csinálni egyébként ilyen blokkot, nem kell elmenni. A small stone kell hozzá 5. És akkor nem zombik nem spawnolnak. Az nem tudom, mi volt az a tábla. Nézzük, most akkor végig kell mindent nézném. Mi van? Ilyen fali tábla, az mi? Ez nem az. Hát, Iron Door, mi kell hozzá? Ja, neki kell állni kovászkodni, ugye? Ó, van ilyen farmos, izé, dolog. Feliratot hogy tudok? Van olyan tábla. Ez mi az Destroyed Stone? Úristen. Small Stone, de ez egy ilyen nagyon csúf. Tudok füvet. Szalmát. Wooden Sleeve. Na, erre gondoltam. Szökke hozzá. Meg fa. Ugye? Jó, valahol volt szögem van. Jaj, nem mindent leszkreppeltem állandóan, ugye? Akkor mi kell a szek... Várjál, mi kell a szekhez? Ja, az a szek... Fú, szeg... Ez meg kell üllő, vagy mi a szar ez. Ez most jó rácsesztem, elcsesztem mi? Hát ilyen gyerek. Szerintem ezeket akkor már szedjük össze. Ilyet ez nem fog beférni. Majd visszajövünk érte, ezt nem tudom kinyitni. Ebben is vannak dolgok, ezt sem tudom levinni. Ezt meg valahogy ki kéne nyitni. De ezt várja, nem? Hosszan. A picklocking, aha. Ó, de szar. De valami kulcs volt, az meg mire jó akkor? Ez meg szar, hogy nem tudom betenni. Jól meg itt bolyog. De viszont itt már kezd... Ó, csinálom torcsot, jó? Az mindenképpen kell nekem, mert utálom, hogy sötétbe kell lenni. Candle-t is tudok csinálni a gyertyát, de az nem olyan jó. Falra kell torcs. Szerintem most egy 4 darab. Megraftoljuk. És meg nem fogja tudni hova rakni, nem baj, addig a pakoljunk akkor. Akkor ugye azt beszéltük, hogy ebben mi van? Ebben vannak az ilyen... kaja... szerves dolgok. Zsír. Ez is mehet ide. Ez is mehet ide, mert ugye ilyen kötszer dolog. Lesz egy fegyveres is. Mondjuk a fegyveres lehetne. Ez a craftos, ez lehetne a fegyveres, ami legbelül van. Oké. Okay. Egyébként az mi? Ezeket nem lehet kiütni olyan. Ez csak ilyen dekoráció. Ha. Egyébként a falra még tudok cseszteket rakni. Na, torcs az mi van belőle? Alakul. Szeretem, hogyha látok. Úgyhogy ez torcs az kell. Mindjárt barátibb leszel.
Ó, mindjárt barátébb, ugye? Tök jó. Ó, nagyon kellemes, ugye? Aj, belakjuk itt a dolgokat, gyerekek, nagyon, nagyon szuper lesz. Azt a rácsot majd kicsapom onnan a francba, az olyan izé, olyan csúnya. De egyelőre akkor kellene, le kéne raknom a bedrollomat valahova. Ezt nem is tudom, hol legyünk, hol aludjunk. Ugye a bedroll, mondjuk a bedrollt azt lerakhatnám valami nagyon messze. Bár ugye azt mondtátok, hogy a bedroll is csinálja azt, hogy nem tudok, nem kell. Hogy mondjam? Nem, a zombik nem tudnak oda letelepedni. Viszont a bedrollt meg egy ilyen olyan helyre lenne érdemes lerakni, ahol. Hogy mondjam el, gyerekek, hogy mondjam el ezt? Vagy mindenhol ilyen szarok vannak a falon, itt ott, aztán emiatt nem enged semmit lerakni sehova. Mert ugye ez elfoglal egy blokkot, attól függetlenül, hogy ilyen lapos. Aj, nem még olyan. Ja, ugye ez egy blokkot elfoglal. A falon ez a szar is minden elfoglal egy blokkot. Ja, éhesek vagyunk, viszont van kajánk, van piánk, minden van. Egy vödröt kellene csinálnom. Megnézzük azt, hogy kell. De biztos nem tudok. Na. Hol van a bedrollunk? Azon nem van. Most akkor ide le tudom fektetni. Nem, mert még mindig nem tudom, mert itt van még mindig egy ilyen kutyaszar. Mondjuk az nem baj, ez kellene. Ezek szarok, ez hogy tele van ilyen hülyeségekkel, ilyen dekorációval. Nyomjad neki, ilyen bányászásra is rá kéne fakolnom, mert baromi sokáig tartanak így a dolgok. Hol a bedroll? Elvileg már ide engeded? Nem, nehogy már nem engeded. Még mindig nem engedi oda. Ez... Tudja, hogy ez miatt a szar miatt itt a falon. Őrítő. 22-0-0 van. De no problémo. És mindig oda verek még egyet egyébként. Na, bedrót le tudod rakni most már. Igen, most már engedi rakni. Ugye ez volt a baja. Meg itt is végig nem tudsz rakni semmit oda. Ez probléma. Na jó, egy fegyveres szekrény is legyen. Ezt közben meg majd pakoljuk a fizéket. Elrendezzük, hogy miket tartsunk magunknál fegyvereket, jó? Fegyver és fegyver alkatrész, oké? Okay? Ilyen fog lenni ez. Kipakolok mindent, azt meglássuk, oké? Okay? Jó. Fegyver és fegyver alkatrész és. Ilyen. A kraftolható dolgok. Ezt krepeljük. Kraft alkatrész. Úgyse fogom használni, ezt krepeljük már be. Ami nem kell, jó, mert ez idegesítő. Szóval nem tudom, mi az, hogy nem tudom. Ez kaja, kaja. Kraft. Ez kaja lesz. A scrap. Oké. Kraft és kraft. És akkor majd mindjárt kiszedek mindent, és akkor meglátjuk, jó, hogy van. Kaja. Ja. Kaja. Oké, kaja. És az meg a fegyveres cucc. Oké. Ott meg fegyveres cucc. A pénz az legyen nálam mindig.
Ez is legyen a... vagy ezt is berakom ide egyelőre. Most tényleg így össze akarom szedni magam. Akkor itt vannak a kraftolható dolgok. Itt van a... fegyver dolgok. Vagy eszköz dolgok. Itt van a... ide azt akartam, hogy ide építkezési dolgok. Majd ez külön. Nem, hogy egyelőre még jó így. Na. Akkor. A fegyvert, amit magamnál fogok tartani. Az tudom, hogy ez jó. Ezt fogom magamnál tartani. Ezt fogom magamnál tartani. És ezt fogom magamnál tartani, nem ezt, mivel ez javítókészlet kell. Az kell a sörét, kell ez, és kell ez. Oké. Okay. Ezen kívül közelharci fegyvert nem viszek. Viszem ezt. Vágjátok? Jó lesz így? Várjátok. Oké. Okay. Ja, meg az íjjal, meg ezt. Így. Oké. Okay. És ezt meg sorba rakjuk szépen. Oké, okay, ezeket így visszük, ugye? Ez legyen itt. Innen, ami kell. Kell cső. Javításhoz ezekhez a fegyverekhez. Vigyünk tollat, vigyünk fát. Az amiatt kell, mert... ebből kraftolok. Azért. Az amiatt kell toll meg fa, mert mindjárt csinálunk nyilvesszőt, mert azt szeretek azért nyilazni. Visszük ezt, és visszük a füvet. Jó. Ami fontos, az legyen nálam. Innen. Ezt megesszük most. A vizet fel kéne forralni. Legyen ez is nálam. Viszünk egy egészségügyi csomagot végszükség esetére. A többi kaját meg kellene csinálni. Csak akkor kellene csinálnunk egy darab campfire-t legalább. Az egy darab campfire, az legyen itt. Oké. Ha már campfire, akkor ezt is legyen itt. Legyen itt. Hát, hogy tudok lekülönvenni ebből? Jó, mindegy, az legyen benne. Elmegyünk majd fáért. Ilyen húsit tudok csinálni, csak várjátok, a ízét bele kéne raknom. Rácsot. Hát, hogyha több dolog elérhető, meg hát legyen benne, miért ne. Jó. A főzőjelét azt meg elcsesztem, mi? Sikerült, hogy miének. Ebből tudnék csinálni, csak ugyan... főtt tojás, csak víz kell hozzá. De van vízem, bazza. Nagyon jó a főtt tojás, hogy mennyire jó várja. Jó. Vizet. Elcseszhetem. Miért nem tudom csinálni? Mi a baj? A cooking pot kell hozzá. Ó, hogy a rosszabbra mellett meg. Jó, akkor ezt tudok csinálni. Kemény kettő darabot. Nem gond. Jó ez. Oké. Okay. Oké, okay, megsütjük, meg a vizet kellene üzenni, fel kellene forralni. Az összeset, lesz 8. És akkor lesz 13 darab vizem. A pitét be is verhetném. Mit ad a pite? Jó, a pite az jó, úgy látom. Oké, okay, és kacsa, kicsit körülnézek. Meg kéne javítani a fegyvereket, ugye a csővel tudom javítani, úgyhogy ez jó. Ezt is megjavítjuk, ezt is megjavítjuk, ezt nem tudjuk fával, tudjuk csak. Jó, oké, okay. Akkor ez meg is vagyunk. Van egy csomó lőszerünk, ebben 135, ebben 88. Ez kajak, sörét is.
Meg ebbe is van 58 meg 15, úgyhogy tök jó. Esik az eső, mi? Ide is kell, majd körbe kéne fákjáznom. De a gyerekek, no problém. Kövenek kéne majd fákjáznom mindent, hogy éjszaka is lássak azért. Ezeket meg szét kéne szedni, azt majd ugye nekem kell csinálni. Ha akarok valamit. Jó, hát ez teljesen jó hely. Arra meg, várjál. Ugye még mindenhol van egy csomó cucc, amit még nem tudtam fölvenni. Ja, még följebb is van, mindjárt lehozom őket. Akkor már rendezzük el rendesen mindent. Basz, tök jó. Tetszik, gyerekek, tök jó. Itt voltak még olyan dolgok, amik... Úristen, hallod? Ó, úristen, mennyi cucc? Nem hiszed el. Jó, mert adok neki megint itt pakolgatni. Nagyon jó. Oké, nézzük akkor. Kolya dolgok! Van egy csomó. Ezt átrakjuk, ezt átrakjuk. Ezeket a ruhákat, ezeket érdemes megtartanom. Oldress is üdvét. Scrap. Ez. Scrap. Ez mi? Ja, ammo, ez jó, hogyha van. Ez. Scrap. Ezt átrakom ide. Igaz, hogy ugye romlott hús, de legyen itt. Ezt a szemüveget is. Ezzel mit tudok csinálni? Ha ezt hordom, akkor agility-t ad. Nem vesz lehet, és semmit, oké, akkor legyen. Jó. Scrap. Majd nézzük ezeket, elpakoljuk. Kaján van. Ezt berakjuk a tojást ide. Ezt a kraftolós cuccokhoz. És nézzük akkor melyik jó fegyver. 4-es shotgun, pipe rifle is van. Ami bazza már van itt minden. A pipe rifle szerintem lehet, hogy messzebbre jó. Mennyi max durability, effective range 50, effective range 40, effective range 4. Ja. Úgyhogy ez messzire ez a legjobb. Meg is javítjuk. Viszont a másik pipe-ot az berakom, és 4-es szintű fegyverek, az tök jól van, gyerekek. Ezt viszont elrakjuk, mert nem kell. Jó, a többi maradt a gyerekek. Ez viszont lerakom ide, hogyha nagyon szarba vagyunk, akkor tudjunk gyógyítani. Oké. Okay. Nézzük a vizet, meg a kaját, ugye. Egy perc, aztán megfőd a maradék is. Jó vagyunk, szuper, örülök, de minden happy. És 23-58 is, ugye tudok tevékenykedni normálisan éjszaka is. Mindenhonnan kiszedtük mindent, ugye? Lehet, hogy kellene egy kicsit kivernem még egy-két dolgot innen. Ami tök nem, tök felesleges, már itt ilyen asztal, meg ilyen fülyeségek. Ez például minek ide a falra, nem? Jó, ezt az asztalt eltüntetem. Legyen üres ez a helyiség! Nem sokára szintet lépünk, el is kéne osztanom a szint pontomat. Lehet, hogy valami bányászás dolgra fogok rakni. Több dolgot tudjuk gyűjteni, ez miért nem tűnt el? Azt hittem leesik legalább. Tudom, csavarkulcsa jobb lenne, de... Jó. Legyen üres, tudjak pakolni.
Csapjad neki! És le vagyok teljesen így. Amikor így építkezek, gondolkozok, akkor itt tök szar, hogy ilyen sötét van, de itt alatta olyan sötét van. Túl fölraktam azokat a szarokat. Szinte lehozhatom akkor az árnyikómat. Zombilendszerű hely. Túlélő tábor. Franco. Ott meg ott van a garázs. Egyébként a garázsba is tudnék. Ú, a garázs... Figyelj, itt majd azt csináljuk, hogy itt egy lépcsőt szerelek, és akkor kipucoljuk, és akkor ha lesznek járműveink, ugye lehet benne motor, meg lehet benne mindenféle kutyafüle, akkor majd azok ott lesznek, váltjuk. Szerintem ez van bőven. Ilyen túlta. Oké, ezt is összedötük. Jó. Ez már valami. Oké, de szerintem most meg már lassan elbúcsúzom, mert amúgy Frankó nálunk. Kajak, kajak. De még mindig olyan sötét van, várjál, torcsot nem tudok csinálni. Nem hiszem, mert most meg a fát várjál, de... Vegyük ki a fát, de most egyelőre nem kell. Meg a kraftolós, melyik a kraftolós? Ez a kraftolós, ugye? Rongy, hol a rongy? Vagy a rongy az pont nálam volt. Csak még torcsot, basszus. Miért nem tudok? Várjál. Animal fed kell. Az meg... Ezért jó, hogy szeretni rendesen. Kettő darabot tudok majd csinálni, az nem lesz sok. Ugye? Nem baj, kettő is jó. Valahogy még jobban megvilágítanám ezt az egészet. Rakunk fel valahol a fákját. Mondjuk ide. Kettő darabot. Így akkor bevilágít oda. Jó, oda rakom a másikat is, tetszik nekem az ott. Kész a torcsot? Kész. Na, úgy né. Na, mindjárt jobban nézünk ki, ugye? Be van világítva, meg még lehet, hogy még rakok föl. Tök jó. Kell majd olyan táblákat csinálnom. Szuper. Ezt az ágyikót, ezt meg lejjebb viszem. Lehet, hogy csinálok egy ágyat. Legyen a földön, mert amikor ugye beteleportálodsz, akkor... Mert ha meghalsz, ugye tudod választani, hogy az ágyadnál szüles súlya. Akkor nem állt, hogyha a földre kerülsz. Jó. Itt vagyunk, gyerekek. Itt vagyunk. Itt héderezünk. A... Meg fogom csinálni azt, hogy itt le lehessen menni majd. Mert ugye itt lehet lejutni egyébként a silókig. Fú, de jó sötét van, hallod? De nem kicsit parás. Jó íze és jó tag volt ez az egész rendszer. Épületrendszer, úgyhogy... Ugye nem, itt nem egyből beton, vagy nem föld van, hanem ugye csak egy fal. Egy kicsit olyan furi. Jó, kinézek. Reggel el kellene menni kalandozni, nem gyerekek? Mert most figyeljetek, be vagyok idvédve. Elég jó. El kell menni kalandozni, kalandba. Elmehetnénk a izéhez, elmehetnénk a traderhez. Aztán megnézhetnénk. Esetleg. Nem tudom, van jobb fegyomám. Ja, kiraktam? Kiraktam, jó. Vagy pedig akkor az, ja, várj, akkor ez izé, ez crossbow lőszer, ez nem is jó nekem. Ja, elmehetnék a traderhez. És körülnéznék arra. Küldetést vállalnék elvileg. Attila néző mondta, ugye, hogy például ő ilyen bringát kapott a küldetés. Azért, hogy megcsinálta a küldetést. Viszont a bejáratot is jó lehetne megcsinálni, hogy ott ne kelljen mindig futkorásznom, és akkor be lehetne csinálni ott. Egy csomó mindent kéne. Elmegyünk a traderhez reggel, jó gyerekek? Az lesz a következő. Meg ide kellene majd, anyway fedet gyűjtünk sokat. Meg azt hiszem ott hagytam ugye, a trader... Elmegyünk a régi cuccainkért, meg elmegyünk a traderhez. Jó, az lesz a következő nap.
Az lesz a következő, na, na ez meg frankó egyébként. Kezdő bálisnak szerintem teljesen megfelel. Nem kell építkezni, gyerekek. 10 000-es blokkokat hol szereznék? Soha. Na, elbúcsúzom, mert baromi hosszú lett megint a videó. Köszönöm szépen, tippeket írjatok nyugodtan. Várjatok, nem bírom ki, hogy ne. Megnézzük még valamit. Na, izé, 5-ös szintűek vagyunk. Kéne osztani pontot el. Hogy nézzünk már ki, oda nézzük. Koncsó, meg minden van rajtunk, tök jó. Ezeket lehet javítani? Mivel lehet javítani? Írja biztos. Klottal lehet javítani, tök jó. És ezt? Ezt is sima klottal, de jó. De jó, vannak armorjaink már, kevésbé sebződünk. Ja. Skilleket gondoltam, van 2 skill pontom. Viszont ugye arról beszéltünk, hogy ja, Lucky Looterre nem tudok rakni ma. Arra beszéltünk, hogy lehet, hogy az kellene, hogy ugye bányászos dolgok. Van itt ez a minden 69. Tudok jobb fegyvert csinálni, hogyha ezt nyomom. Ez mi az a mutárlót? Többet gyűjtök. Tehát ezt meg többet gyűjtök. Ez meg gyorsabban gyűjt. Erősebb. Itt tudnék 3-as szintű cuccokat csinálni. Itt 2-es szintű. Jó, ezt megvettem, bocs. Erőt is. Lehet az erőre is kéne rakni? Jó. Ezt is vettük, és akkor erre majd tudok rakni megint. És akkor 3-as szintű ilyen balta, meg ilyeneket tudnék készíteni. Ami nem lenne rossz. Jó. Akkor várja, hát akkor már kell jönni csinálni, és ezt beszkrepeljük. És akkor csinálunk egy jobb szintűt, tudod. Elvileg akkor már 2-eset, ugye? Na ez a nem mindegy, ez a nem mindegy, látod? És ezt meg tudom javítani. Jó, és akkor reggel neki tudunk állni a dolgoknak. Kalandba fogunk menni, jó? Várjatok, meg kéne jelölnem dolgokat, nem? A víz is ott van. Meg kéne jelölnem dolgokat. A bótot megjelöltem. Meg kéne jelölnem, itt van a régi hely. Hátizsák, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Mit jelöl? Hátizsák. Beírjuk. Hátizsák. Ja, és akkor ez lesz a projekt. Elmegyünk a boltba, fölveszünk küldetést, közben, majd a küldetés közben elmegyünk. Azért nincs közel, bazen. Vajon milyen messze van, ha megjelölöm a bótot? Ugye azt írja. 1,7 km, azért annyira nem veszélyes, nem? Majd toronyirán megyünk, van piám, kajám, minden, csomó fegyver, nem foglalkozunk a zombikkal, megyünk lutolunk, mint az őrült. Azt így csináljuk. Ja, meg az is jó lenne egyébként, hogyha több cuccot tudnék vinni. Na mindegy, tényleg elbúcsúzom, 1 óra 42, nem sok idő van már vissza, reggelig már indulunk is, 4 órakor a kapásból kalandra fel, oké? Okay? Mert ez már szerintem így egyébként az első oldalt nagyon jól túléljük. Sokat kéne varázni, hogy legyen kajám, meg Animal Fettemben szeretnék sok fákját, körbe szeretném fákjázni a dolgokat, hogy lássak rendesen. Na, tényleg búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csomi cső!